Rakit vagy Mordáj? Én a Rakit nevet szeretem. Akkor folytathatjuk az interjút. Igen. Úgyhogy a Guardian of Galaxy-ból vagy Galaxis őrzői az még talán elmegy. Az el, igen. Igen. A név még nem annyira, de keresek Grootot, találtam már Gamorát, Star-Lordot, hogy Drax még hiányzik, de... Hát akkor egy Drax és egy Groot azt kerestetik. Hát szia, X27. Alkalommal. Szervusz, sziasztok! Hát te talán később kezdtél járni Playtech-re, mi nem? Kicsivel később. Igen, igen, körülbelül egy olyan másfél éve járok talán Playtech-re, hogy igazán aktívan. Talán kettő. Valami változás van, az Imi azt mondta, hogy azt nem érti, hogy most adta a legtöbb autogramot, viszont mégis szellősebbnek érzi. Mármint, hogy nem azért, mert kevesebb ember van, csak hogy jobb az elosztás. Ebből te láttál valamit, vagy érzékelsz valamit? Igen, mindenképpen mióta ez a sorozat számos rendszer van, az ott tényleg sokkal jobban eloszlanak ezek a dolgok. Viszont emiatt egy kicsit olyan furcsább is, de jó, élvezhető így is, sokkal emberibb. Szia! Kérlek, mutatkozz be nekünk! Sziasztok, Szafira Elnox vagyok. És hát láthatjuk, hogy az Overwatchból öltöztél Widowmakernek. Mondanál pár dolgot a ruhádról, hogy készítetted? Varrógéppel. Illetve használtam nagyon sok dekorgumit hozzá és különféle anyagokat, amiből csináltam ledeket, használtam még hozzá, és még sorolhatnám, hogy mi mindent. Szia! Kérlek, mutatkozz be és mesélj pár szót a karakteredről, akinek öltöztél. Hello, a nevem Bendl Tiffany, és kis Tita Katarinának öltöztem a League of Legends ebű játékból. Hát mindent én voltam igazándiból, ráadásul minden kézzel készült, mert a varrógépen meg elromlott, úgyhogy egy hét alatt kész agytrözt volt ezt mindent összehozni. És egy őszinte kérdés, nem fázol? Olyan 13-15 fok lehet most itt kint. Hát igazándiból, ahol van bundám, ott egész jó. Ha Imi interjú után kaptam a pénzem, már akkor is egész jól keresték, mert annyi interjút csináltunk, nem? 17-26 biztos? Rengeteget, de hát hogyha nem unják az emberek, akkor miért ne? Így van. Milyen a plét? Hülye kérdés, a 20-valadik plétünk, de milyen ez most? Képzeld el, hogy ilyen valamiért más érzésem van, így egy új leosztás van itt most a pesti pléten, és valahogy így rendezettebbnek tűnik az egész, most már jobban tudok tájékozódni az eddigi plétekhez képest, és sikerült úgy elosztani a különböző színpadokat, hogy nincs az, hogy minden nagyon fontos dolog mondjuk egy rakáson, és akkor ott így lapjával se férnek el az emberek, hanem az van, hogy itt egy fontos színpad, meg néhány közepes, meg egy pár kicsi, aztán ott egy nagyon fontos színpad, néhány közepes, kicsi is ilyen, el lehet férni. Szerinted fontos az, hogy lennek ilyen komoly témákkal foglalkozó színpadok, és mint például mögöttünk ez a mozdulgamer kezdeményezés, amikor a játékfüggőségről és egyéb dolgokról lesz szó? Szerintem mindenképpen fontos, hogy komoly témákra is tereljük a szót, hiszen a legtöbb ember, aki kijön játszani és a játékban van, megfeledkezik arról, hogy ennek azért van súlya az emberi lélekre, és szerintem erről beszélni kell. Itt van velünk Ruzsi, szia! Hello! Hát bejutottál a döntőbe, és hát talán sokan nem gondolták volna, hiszen te nem gamer, youtuber, hanem beauty. Te hogy érted ezt, meg te gondoltad volna két héttel ezelőtt, hogy eddig eljut? Abszolút nem, és nagyon jó élmény volt az egész Playtech-ház. Az kifejezetten tetszett, hogy azért nem csak kifejezetten a gamereknek szóló játék volt, és hát azért legyünk őszinték, azért a pontozás is nem feltétlenül volt mindig, hát nem tudom, egységes, úgyhogy nagyon örülök ezért, hogy eljutottam ide a döntőbe, mert tök jó élmény volt, és nagyon örülök, hogy sok videós társamot most jobban megismerhettem. Véget ért a Playtech-ház, üdvözölhetjük itt a nyertes, gratulálunk! Nagyon szépen, köszönöm! Találkoztunk már a hétközben is, fantasztikus kvízek voltak, ott volt a zseniális Star Wars kvíz, amíg emlékszem, amikor Isti megszülte a, nem is tudom, a ikreket. Gondoltad volna még múlt hét előtti héten, sőt, hogy te fogod megnyerni? Természetesen nem gondoltam, és nem is azért jelentkeztem, nem azért mentem be, csak jól akartam magamat érezni, az sikerült, hál' Istennek. És az, hogy megnyertem, az csak egy plusz bónusz. De majd ősszel úgyis továbbadom, úgyhogy csak egy kis ideig elveszhetem ezt a gyönyörű díjat.
sokkal nagyobbnak tűnsz így az életben, mint a filmekben, hogy azért van, mert nagyon, mindig nagyon távol állsz, vagy ez mitől lehet? Hát azért lehet, mert most nincs mellettem a magas Groot. Akkor tűnnék kicsinek, ha ott állna fönn. Itt van velünk Pókember, a világ egyik legnagyobb hőse, akivel most végre van alkalmunk interjút csinálni. Szia, mondj nekünk pár szót magad. Meghalok ilyen. És nem tudom, hallottad el, hogy most bejelentették, hogy az Xboxnak a Project Scorpiójából két verzió fog kijönni, egy fekete, meg egy piros, és ugyanúgy, ahogy a valóságban is, ugye a piros Scorpio veszélyesebb, mint a fekete, és ezért az Xboxnál is ez így lesz, hogy te bevállalnád-e ezt a veszélyt a pár FPS-ért, pár plusz FPS-ért, meg jobb teljesítményért? Mi a véleményed arról, hogy most már van gamer kutya pavilon is? Nincs meg? Mau! 2002-es Lékó Péter Kasparov döntőn, amikor az E92-ről a futó üti a huszárt, ott szerinted ott rontotta el? Mert ugye tudjuk, mi lett a vége. Tudjuk, mi lett a vége. Nem tudom. Ugye a Kasparov híres arról, hogy nyomást gyakorol az ellenfélre, és egyszerűen olyan gyorsan ütötte az órát, hogy Lékó az így... Szinte őt ütötte le ezzel, igen, nem? Igen. És aki azért már benne volt egy-két ilyen játszmában, gondolom, hát neked ez nem új, meg hát nekem sem új, szóval szoktunk ilyen partikat vívni egymással, akkor azért a végére el lehet fáradni, és akkor így lemerül annyira az agy, hogy a stressz olyan nyomást gyakorol, amikor már igen, akkor belemész ilyenbe. És ezen eddig nem gondolkoztam, de lehet, hogy igazad van. Mit szólsz ahhoz, hogy most az utóbbi hetekben derült ki, hogy azt tudtuk eddig is, hogy a cukorfogyasztás a nagy mennyiségben nagyon veszélyes, de kiderült, hogy most kis mennyiségben is gondot okozhat, mert hogy a vegyele nagyon közel áll egy igen kemény drogéhoz, és ezért úgy tűnik, hogy kis mennyiségben is emiatt veszélyes. Hogy ez mit gondolsz erről, és mennyiben befolyásolja ez az étkezésedet? Hát én erről igazán valószínűleg megvalva még nem is hallottam, de hát... Kevesebbet fogok max enni belőle, de valamennyit meg muszáj. Én meg imádom az édességeket, úgyhogy... Az utolsó fejezd be a gondolatot, ami a méhecska a virágnak, a youtuber az a Playitnek, világnak. Semmi. Hány államatlan éjszakát okoztál te a kardoskótiaknak, mi? Az a tényleg nem én csináltam. Dehogy nem.